Himnusz közös eléneklésével kezdődött az idei Nemzeti Összetartozás napi emlékműsor a megyeháza előtt. A rendezvényen Nyíregyháza polgármestere köszöntötte a vendégeket, aki elmondta, a trianoni békeszerződés aláírása a mai napig tartó hatásokat és károkat okozott az országnak. 98 évvel ezelőtt pontosan írták alá ezt a szégyenletes békediktátumot, ami Magyarország egyik legnagyobb tragédiája. Óriási károkkal, máig élő hatásokkal, de én azt gondolom, hogy ez a nemzeti összetartozás sokkal többről szól. Ennek kapcsán a nemzeti összetartozásunkról, arról az erőről, megtartó erőről, ami a magyarságot itt a Kárpát-medencében több mint 1100 éve megtartotta, és azt gondolom, hogy pozitívan nézhetünk a jövőben, hiszen különösen a 2010 óta, az elmúlt 8 évben a parlament, kormányzat döntéseinek hatására, de említhetném az önkormányzatokat, a civil szervezeteket, akik már azt megelőzően is ápolták testvér-partnervárosi kapcsolatokat, erősítve a magyarság összetartozását. A polgármester hozzátette, a nyíregyházi önkormányzat szervezésében már több mint 20 ezer határon túli magyar tett állampolgársági esküt. A rendezvényen Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke Illyés Gyula szavait idézve arról beszélt, magyar az, akinek fáj Trianon. Azt gondolom, hogy mai napig is érvényes ez a gondolat, ez a fájdalom, ami bennünk él, és át kell adnunk minden következő generációnak. Ugyanakkor viszont a fájdalomból, illetve a határon túli magyarok helytállásából erőt kell merítenünk, hogy ne maradhassunk csonkák, hogy ne legyünk csonkák. És úgy nem leszünk csonkák, hogyha életben tartjuk azokat a tagokat, amik a határon túli magyar közösségek jelentenek számunkra. Ha nap mint nap dolgozunk azért, hogy egyrészt büszkén mondhassanak bennünket anyországuknak, másrészt pedig olyan fajta programokkal, állami önkormányzati rendezvényekkel, személyes baráti kapcsolatokkal szőjük át ezt a Kárpát-medencét, szőjük át a magyar világot, a magyar glóbuszt, ami nem veszi figyelembe a határokat. Sesták Oszkár hozzátette, minden egyes nemzetrészre önállóan, de az egész magyar nemzet tagjaiként kell tekintenünk.